Még ha csak virtuálisan is, de köszöntöm a kedves nézőket innen a Nürburgringi pályáról. A GTR Masters tavaszi bajnokságában, tehát a második Nürburgringi futamhoz érkeztünk meg, kvázi a Nürburgringi hétvégének a záró futamához, és egyben az utolsó előtti helyszínnek a zárásához is egyben. A képen látható Gerőcs Tamás léphet hatalmas az a bajnoki cím felé, amennyiben jól szerepel ezen a futamon. Lényegében matematikai esélyeket is teljesen a földbe döngölve, lényegében bajnokként érkezhet majd Zolderbe. Tehát a többieknek is oda kell figyelni a hátralévő futamokon, hiszen nagyon nem mindegy, hogy ki milyen pontátlaggal zár egy-egy futamot. Nos, íme itt van a sokak által várt második Nürburgringi futam, pillanatokból elkezdődik a rajt, Gerőcs Sebestyén első sor, Ladány Szalafai második sor, ne ez érdekes, Varga Farkas harmadik sor, Gerőcs fedélzeti kamerája, egész finoman tudott elrajtolni Gerőcs, de Ladány rajtolt még nagyon jól. Ladány egész közel Gerőcshöz, így van, Yokohama, és egy baleset. Többen a pálya szélén, Dobri Szabolcsot forgatta meg Szalafai, meg még ott valaki, talán Miklós hagyta el a pályát, de közben visszatértek. Szilágyi rajtolt egyébként hatalmasat, nyilván kellett hozzá keveredés is, 13. helyre jött be Szilágyi, ilyetetlen mekkorát rajtolt ezzel együtt. Ladágyi tapad Gerőcsre! Gerőcsnek 4/10 az előnye. Markos Dávid is érkezik Sebestyére, na ez jó lesz. Az igen. Mindenki megvan talán. Markos Dávid fedélzeti kamerája. Hetes. Ott Ladányék mit bennek, és egy picit hibázik Markos Dávid, ezzel tempót veszít. Markos Dávid egy picit tempót veszített. Markos Dávid mögött Szilágyi érkezik. Jó lenne mutatni majd Szilágyékat is, de ez is érdekes, Ladányi Gerőcsön! Szerintem ezt maga Gerőcs sem hiszi el, amikor belenéz a visszapillantó tükörbe, Ladányi már egész ott van Gerőcs mögött! Megyünk lefelé! Ladányi Gerőcs mögött! És gyorsabb Ladányi, mint Gerőcs, hihetetlen! Jön az Edben! Az Edben megvan, Szilágyék van, kit érdekel a különbség? Belső ível Ladányi! Áj, te szépen lezárta ezt Gerőcs! Egy lehelletjét megdobta Ladányi autóját a kerékvető. Nézzük a célegyenes ráfordított centikre a betonfaltól. Nem volt teljesen jól meg a csúcspont, a kanyar csúcspontja Ladányinak. Már is ott van az 5/10. Gerőcs pokol olyan jól tudott kigyorsítani. Elnézést kérek, közben a hangom is elmegy. Yokohama, jó lenne Farkasékat is, igen, meg Szilágyékat is mutatni. Farkas Dávid a berobbant újonc, közben hátul Szalafaiék, meg Dobriék is vívnak. Biztos látjuk majd azt is később. Farkas Dávid a berobbant újonc, az elmúlt futamokon nagyon jól szerepel. Ladány most egy pici tempót veszített, hogy a 6/10 lett a hátrány Ladánynak, de ez még menthető. Innen még fel lehet zárkozni. Pálya középső része. Lehet, hogy Gerőcs macskaegér játékot is játszik egy picit, hogy lehet, hogy egy hajszára magára engedi, aztán ahol tudott, ott egy kicsit rákapcsol. Ezzel együtt mindenféleképpen meglepetés Ladányi teljesítménye. Gerőcs vérprofil ingattan megint adott 1/10 Ladányinak, de van az már 2 is. Ezzel együtt Ladányi pár kanyarja és félköre mindenféleképpen adrenalin bomba volt nekem is. Sebestyén Csaba érkezik a 3. helyen. Na, a két Varga egymás mögött, Varga Balázs és Varga Ákos. Varga Ákos is nagyot ment.
Ez itt az Edven, megyünk az NGK-hoz. Egész közel már, Varga Ákos, nézzük az NGK-t. Nem volt rossz, nem volt rossz az NGK. Egész közel tudja tartani. Á, Szkár érte. Egy picit hozzákoccolt Ákos a pálya szélén lévő korláthoz. Többeknek picit széles, célegyenes ráfordító. Igen, itt vannak Dobriék is. Dobri Szabolcs is egyébként nagy kedvel versenyez. Remélem majd a következő évben is, vagy következő bajnokin is velünk tart. Itt Dobri Szalafai és Magyar instant probléma megoldásban. Szalafainak nem jött ki a rajt. De nem baj, Sebestyén Csaba. Ennyi volt talán Ladányiban, vagy lehet, hogy elmelegítette a gumikat. Keresztben Ladányi, lehet, hogy túlmelegítette a gumijait. Ladányi, Sebestyén Csaba már támadó pozícióban, jön a hetes. Megyünk fel a Schumacherhez. Sebestyén Csaba egyértelműen gyorsabb, 58 tunlát jött már Sebestyén Csaba, atya ég! Próbál pályán maradni nagyjány, az is lehet, hogy egy pici koncentráció hiányban is szenved Ladányi, kiesett a koncentrációból, nemes egyszerűséggel. Hát én se lennék túlságosan boldog, tehát Sebestyén Csaba jönne mögöttem, és egyre nagyobb lenne a visszapillantó tükörben. Talán pici cooldown kell annak a gumiknak, kell azoknak a gumiknak, de nézzük az NGK-t. Ezzel már ott felérsz Farkas és Szilágyi is. Talán még Barkáék is felérnek. Szegény Sebestyén Csabának folyamatosan ez a minél előbb áthámozom magam című személygépjármű verseny van rendszeresen. Na nézzük majd most Ladányival mit fog kezdeni Sebestyén Csaba és már Farkas Dávid is pillanatokon belül. Nagyon közel vannak egymáshoz, 58-0 eddig Sebestyéntől. Nem támadta meg belsőjében Ladányit, ott lehet, hogy jól is tette, mert van ott egy szintkülönbség, egy huppanó kvázi a pályában, ugye a Yokohamában. Mercedes Arena megvolt. Egészen közel már Farkas Dávid is. Megyünk lefelé az ötöshöz. Ötösben nem gondolnám, hogy fogja még erőltetni Sebestyén, így is van, ott azért ott szintén szűken lehet védekezni. Ladányi Petinek az autója van egy kicsit megtépázva, ajjajjaj. Ott lehet, hogy kapott ám a futómű is. Nem kizárt, majd megkérdezzük Petitől. Mindenesetre jól védekezik Peti, most az egy dolog, hogy keresztbe csúszott féktávon, de nagyon jól védekezik Sebestyén ellen. Egy Sebestyén ellen védekezik így Ladányi. 58-3-at jött Ladányi. Schumacher. Szerintem a 10-es, 11-esben sem fog még támadni Sebestyén Csaba, de ez pillanatok belül kiderül. A Vásteiner szintén egy ilyen trükkös, jobbos, ilyen közepes tempójuk kanyar, de nem fog szerintem még ott sem betámadni Sebestyén Csaba, meg fogja várni mindenféleképpen vagy az NGK-t, vagy a célegyenes ráfordított. Van, itt nem is előzött Sebestyén Csaba, védi vár a külső évet Ladányi, Sebestyén külső évre készszerű, belső évben volt Ladányi, lezárta az évet, nem lehet ott előzni, megvan az NGK, célegyenes ráfordító, és lehet, hogy beszúr Sebestyén Csaba belső évben, Ladányi külső évben, Sebestyén Csabának jobb volt a kiosítása, és megvan Sebestyén Csabának az előzés, második helyen Sebestyén Csaba, Ladányi a harmadik, és jön Farkas is. Sokkal jobb volt a kigyorsítása Sebestyén Csabának, és nyilván Ladányi láthatóan gondokkal küzd. A szűken meg fogja fogni Sebestyén Csaba, amennyiben... Áj, de nagyon kemény! Nagyon kemény és határozott volt Sebestyén Csaba. Megtartotta a második helyet, és már jön Farkas is. 57-8-al, atya ég! Jó, mondjuk azért ott tudott szélágyékozni is. Valaki mesélje el nekem, hova tűnt az elmúlt 7 perc, vagy 9 perc, mert én nem vettem észre, hogy elment.
Barkas Dávid egyre meggyőzőbb és egyre stabilabb teljesítményt nyújt. Lehet, hogy a következő szezonokban egy méltó gerős kihívóra találunk. Na Ladányi, most Ladányi egy leheletnyi lélekjelenléki időt. Na ezt jól megfogalmaztam, sikerült kiavítozzon Farkas előtt. 57-7-ben már Varga is. És Szilágyi autózik még nagyon jó pozícióban itt az ötödik helyen. Ugye Varga van most mögötte, Szilágyi mögött. Ott már elő megy a történet, így van, Farkas Dávid lehet, hogy megunta a banánt, és Ladányinak külsőjében el akar menni. Ott nem lehet elfordulni külsőjében. Így van, ezzel együtt Ladányit megnyomja a kerékvető. Érkezünk a célegyenes ráfordítóra, Farkas Dávid nincs még támadó pozícióban. Ez az NGK sikán az ő tempójának is hát nem volt jótékony hatása. Így van. Na jó lenne a számítógép is azért itt nem játszana itt trükkös fiút. Igen, hát ott benne maradt egy jó fél másodperc. De ez körülbelül Farkas Dávid a célegyenes végén már le is felezte. Nagyon nem mindegy tehát, nagyon nem mindegy, hogy ki mennyi pontot szerez a hátralévő futamokon. Hihetetlen izgalmas Gerőcs mögött a pontverseny, és nyilván Gerőcs Tamásnak sem mindegy, már csak presztízsből sem. Ha ezt így folytatja Gerőcs, hát 4,2 másodperccel vezet Sebestyén előtt. Gerőcs, már 4,5. Na, most egy picit tempó előnyhez jutott Ladányi. Lehet, hogy egy picit megnyugodtak a gumik. Hátul ott szintén történik a Varga között. Igen, a Varga és Szilágyi között. Varga Balázs megelőzte Szilágyit. Na, majdnem lemaradtunk róla. A hetesben előzte meg. Szilágyinak sem mindegy egyébként, nyilván. Meg Varga Balázsnak aztán pláne nem. Jön is Varga Balázs. Itt még azért, hogyha a farkasék ellesznek még egy-két körön belül egymással, akkor az még lehet, hogy Vargának is jó lesz majd. Na nézzük, Farkas Dávid ismét célegyenes ráfordító. Megvan a kigyorsítás, lecsípi egy nagyon picit a sódert Ladányi, de ezzel együtt sem volt annyival jobb a Farkas kigyorsítás. Megvan egy pici szélárnyék, de ott nem fog előzni Farkas. Még azzal együtt sem, hogy Ladányi megcsúszott az egyesben. Mercedes Arena nem az előzésekről híres. Megyünk lefelé az ötöshöz, ott nagyon lehet zárni az éveket, ezt meg fogja védeni Ladányi. Nagyon közel már Farkas Dávid, kár volt kamerát váltani, mert ott lehet, hogy a hetesben be fogja támadni Farkas Dávid. Vargához mutatják, hetes, Farkas Dávid belsőjében, Ladányi külsőjére csúszott. Sóder! Farkas Dávid, még mindig a negyedik. Hihetetlen Ladányi. Hát ha most lenne Yokohama kupa, akkor valószínűleg Ladányi is dobogós lenne. Mindenesetre a legjobb védekezés trófáját azt most én akkor Ladányinak oda is ítélném, hiszen már több körön keresztül tudja azt a Farkas Dávidot,
maga mögé utasítani, aki egyébként nem lassú. Most egy picit tempót vesztett Tanágy, ez látható volt. Az egyesben ott meg lehet próbálni, ha valaki nyitva hagyja a kaput. Farkas Dávid Ladányi mellett, és ezzel együtt még mindig jobb volt a kigyorsítás a Ladányinak. Hihetetlen. Jokohamában lehet, hogy megpróbálja Farkas? Oly, de komolyan lezárta az ívet Ladányi. Ott volt egy bukkoló, ugye ez már sokszor említett bukkoló. Ez egy jó kameraállás volt egyébként, miközben már csak 8-as perc van vissza. És ott azért hátul is mennek ám a történetek. Illés és Zelfel van még nagy csatában, talán látjuk őket majd. Tehát itt az eleje az nyilván kameraképesebb, közel vannak egymáshoz nagyon, Farkas Dávid és Ladányi. Farkas addig-addig fogja keresni az éveket, amíg meg fog érkezni Varga Balázs, és még ott mögötte a többi. Hihetetlen, bocsánat, mert tényleg a hangom is elmegy lassan. Schumacher. Varga Balázs hihetetlen motivációval van megáldva. Lehet, hogy látja maga előtt a pontokat. Lehet, hogy kiírta magának egy cetlire, hogy ha mikor hanyadik vagyok, hány pontot kapok. És lehet, hogy azt nézegeti közben Varga Balázs. Igen, az kevés. Na Farkas Dávid, külső ív, nem jó. Nem lehet előzni külső íven az NGK-ban. Fenomenális, amit Ladányi csinál egyébként. Egy vélhetően sérült autóval, nyilván koncentrációval kicsit kibilletve, egy elmelegített gumiszettel. Lehet, hogy Farkas Dávid is bevette a piros bogyót. Yokohama. Most nagyon agresszív volt Farkas Dávid, szinte ráesett az egyesbe Ladányira, de megint jobb íven van Ladányi, hihetetlen. Megint egy balos fog következni. Viszont onnantól megint egy jobb is, és megint Ladányi van jobb pozícióban. Hihetetlen. Menjünk lefelé az ötöshöz. Nem lehet előzni. Legalábbis nagyon trükközni kéne ahhoz. Ezt nyilvánvalóan látja Varga Balázs is mögöttük. Valószínűleg azon gondolkozik, hogy ahol Farkas nem tudott előzni, most a 7-esben picit külső íven megcsúszott Ladányi. De még meg tudta menteni. Farkas Dávid annyi tempót veszített, hogy közben megelőzte őt Varga Balázs. És még lehet, hogy Szilágyi is fölér. Na most Farkas Dávid van bajban. Ladányi meg megmenekülhet. Hát, ha hoz egy harmadik helyet. Miközben már csak 4,5 perc van vissza, hihetetlen. Szilágyi érkezik itt a 6. helyen, mögötte Varga Ákos. És Varga Ákos az NGK-ban megelőzte Szilágyi. Azt a mindenit neki. Trükkös volt, szerintem ott belsőben beszúlt neki, és ez meglepte Szilágyit. Ákos még lehet, hogy Farkasra is felér? Azt a mindenit. Akkor ott Farkasnál valószínűleg ott már nagyon narancsban van a gumik állapota. Ugye a versenyzőknek színekkel jelölik vissza a gumikopásnak az állapotát, de százalékkal már nem. Tehát nem lehet tudni, hogy éppen pontosan mennyi százalékon vannak a gumik. Ha már pirosba is átvillan ez a bizonyos visszajelző, akkor már nagyon kell aggódni. Varga és Ladányi. Na nézzük akkor Varga Balázsnak
sikerül-e az, ami Farkas Dávidnak nem. Nyilván Varga Balázs mozizott a háttérben, idézőjelben, és azért valamennyire tudott spórolni a gumikkal. Azért hátulról beijesztett egy picit Ladányiak, tehát Ladányi nem az az ijedős fajta. Schumacher. Ladánynak is sem mindegy, hogy mennyi pontot gyűjt. Itt senkinek nem mindegy. Jön az Edwin. Ladányi most úgy érezte, és nyilván jól is érezte, hogy nincs még annyira közel Varga, tehát nem volt szükséges külső éven, a belsőben maradni. Ez most egy picit tempóveszteség, ez Varga Balázsnak egy előzésre jó lehet. Varga Balázs célágyékban, célegyenes. Célágyék megvan, tempó előny is megvan. Egyszerre keresztbe csúszva érkeztek meg a Yokohamába. És lényegében Varga Balázs ellentmondást nem tűrően előzött az egyesben. Nyilván kellett ez Ladányi hibája, és már Farkas is bejelentkezett. Megpróbálja kihasználni ezt a koncentrációs hibát Ladányinál. És belsőben elfordul Farkas is. Ezzel együtt remekül védekezett Ladányi Peti. Nyilván azzal az autóval nincs minden rendben. Ezt valahogy innen be kell hozni. Ugye Ladányi mögött Varga Ákos érkezik. Durvánon egy másodperc körül azért azt be lehet osztani. Gerős Tamás tehát hihetetlen, de 8 másodperc előnnyel vezet Sebestyén előtt. És ha ezt így folytatja már, mintha behozza Gerős Tamás, akkor szinte behozhatatlan előnye, még matematikailag is behozhatatlan előnye lesz a bajnokságban, tehát akár bajnokként is érkezhet Gerős Tamás. Ezek szerint elmennek még egy körre, annyira gyors volt Gerőcs. Hát, mutatják Farkast Vargához, de szerintem Farkasnak is elment a gumia, pestiesen szólva. 57-8-at jön Farkas. Utolsó kör, nincs tovább, Gerős Tamás fordul át célegyenesre, és Gerős Tamás meggyeri a GTR Masters tavaszi WTCC bajnokságának Nürburgringi második futamát, és ezzel a bajnokságot is, hiszen akkora pont előnye van, hogy Gerős Tamás a bajnok második helyen érkezik Sebestyén, harmadik helyen Varga Balázs, mögötte Farkas Dávid és Szilágyi érkezik még az ötödik helyen, aki hatalmasat rajtolt. Ladányi Peti végül a hatodik lett, azért az is nagyon szép eredmény. Varga Ákos érkezik megint csak a hetedik helyen, jót jött most Ákos is,
Dobri Szabolcs jön a 8-on, már ha mutatják, Szalafai a 9-en, és Kis Tibor zárja a top 10-et, mindjárt látjuk az eredményt is. Így van. Azért hozott ez a második nürburgringi futam is izgalmakat. Jó kis futam volt ez. Íme a kötelezőek, tehát a pontverseny állása. Többieknél még nagyon-nagyon szoros lesz. Mindenképp hozhatnak izgalmakat még a hátralévő futamok. Aztán a hétvége programja a Nordschleife-n. És a zárófutam Zolderben, június 1-én, tehát már júniusban, szerdán, a szokásos időben és menetrendben, a GTR Masters. Addig is jó felkészülés mindenkinek, találkozunk tehát a zárófutamon Zolderben. Sziasztok!